több napos esőzés után megtelepszik a sárhodászon. Ez az állapot azonban már sokkal jobban áll, mint ami korábban tapasztalható volt a településen. Több évtizedes probléma a községben, hogy nagyobb csapadékhullás után megközelíthetetlenné válnak a Sója Miklós utcán és a Fő lévő intézmények és ingatlanok a hatalmas belvíz miatt. Az önkormányzat a terület és település fejlesztési programban pályázott sikeresen csapadékvizelvezető rendszer kiépítésére, amelyet két ütemben valósítottak meg. Mivel itt van ö, több olyan intézmény, a hodászi görög, katolikus, ö, cigánykápolna, a hagyományok háza ö, és a, az oboda, hogy itt, amikor ö, több napos esőzés volt, akkor megközelíthetetlen megközelíthetetlenul teljesen a, a terület, és ö, ezért próbáltunk mi a... Vármegyei önkormányzattal, az országgyűlési képviselő úra a helyi civilekkel és a mi önkormányzatunkkal kéréssel élni a kormányunk irányába, hogy próbáljuk meg megoldani ezt a problémát. Végül ez sikerült. Tehát az a lényeg, hogy épült ide egy víztározó akna, ami most már most volt is egy kétnapos esélyzés, leteszteltük, tehát bármi mennyiségű csapadék esik le, azt tudja kezelni, hogy most már az itt lakók, hát azt lehet mondani, hogy a megfelelő körülmények közt tudnak közlekedni. Kovács Sándor országgyűlési képviselő a projekt záró eseményén elmondta. Hodász a korábbi években, évtizedekben elmaradt a komolyabb fejlesztésekkel. Ezeket a hiányosságokat azonban igyekeznek minél előbb pótolni a településen. Én azt ígértem az előző ciklusban, amikor önkormányzati választást tartottunk, és támogattam a Fidesz jelöltjét, hogy itt beruházások lesznek. Mindent megteszek annak érdekében. Az egyik nagy beruházás az gyakorlatilag a pervíz elvezetés, hiszen nem messze van tőlünk az a görögkatolikus roma pasztorációs templom, ahol sajnos mikor az esővíz nagy mértékben lejött, akkor itt egy hatalmas nagy tó alakult ki, és ez szégyenézet volt. Külön nyújtottunk be a települési fejlesztés operatív programhoz, és sikeresen nyertünk el első ütemben 431 millió forintot. Később beszélek majd a másik ütemről, hiszen a település nagy része megoldódott, nagy részén megoldódott a csapadékvizelvezetés. A beruházásnak köszönhetően a település víz megtartó képessége is javult, hangzott el az átadó ünnepségen. A 700 köbméteres árok ugyanis olyan technológiai megoldásokat tartalmaz, amivel a lehulló csapadékvizet mezőgazdasági célra és újrafelhasználással ivóvízként is tudják hasznosítani. A két ütemben megvalósított csapadékvizelvezető rendszer összesen több mint 650 millió forintból készült el hodászon.